közösségi döntése áll ennek a kisfilmnek a középpontjában. A közösségi döntés alatt mi azt értjük, amikor egy döntés egy közösségnek a tagjait érinti, és amely a mi meggyőződésünk szerint akkor lesz egy jó döntés, akkor lesz egy fenntartható döntés, hogyha ennek az előkészítésében minél többen részt vesznek, és hogyha ezzel a döntéssel minél többen egyetértenek. Hogyan lehet ezt elérni? Ezt tekintjük át először egy kis közösségben, méghozzá abban a kis közösségben, amit mindannyian a legjobban ismerünk, a családban. Utána pedig egy település önkormányzat esetében. Sziasztok! Szia! Szia, apa! Hogy telt a napod? Nagyon jó. Na. Előléptettek. Mi? Mesélj! Előléptettek, de el kell hozzá költöznünk Pestre. Mennyi a fizetés? Kétszer annyi. Hát akkor mehetünk. De én nem akarok. És miért? Mi lesz a barátaimmal? Barátaid ott is lesznek, és hogyha elköltözünk, akkor csapunk egy nagy zsúrt, mit szólsz? Hm? És mi lesz a zenével? Zenét Pesten is lehet tanulni. Na? De végre kaptunk egy olyan osztályt, ahol nincsenek buta gyerekek. Tudod mit? Hogyha elköltözünk, 6 havonta hazajövünk egyszer. Hetente. Jó, akkor havonta. Jó. Kezedre. Megbeszéltük? Az nem egy ritka jelenség, hogy emberek elköltöznek egyik helyről a másikra. Magyarországon éves szinten körülbelül a népesség 5%-a költözik el Magyarországon belül egy adott évben. Míg az, hogy emberek kivándoroljanak, az lényegesen ritkább, évente körülbelül a népesség 0,5%-át érinti, tehát 10-szer nagyobb valószínűséggel történik meg az, hogy valaki elköltözik Magyarországon valahova, mint az, hogy külföldre menjen. Konszenzusos döntés született. Az édesapa és az édesanya megkérdezte a gyermekét, hogy miért nem szeretne velük költözni. A gyermek itt elmondhatta az indokait, az érveit és az érzéseit. Nagyon jó ez, hogy konszenzusra tudtak jutni. A konszenzusos döntés nagy előnye, hogy tartós eredményeket tud hozni. Azért tud tartós eredményeket hozni, mert hogy minden résztvevőnek a véleménye fontos. Olyan döntés születik, amelyet végül minden részvevő elfogad. Mindenki egyetért vele. És hogyha mindenki egyetért vele, akkor azzal is mindenki egyetért, hogy ezeket az eredményeket fenn kell tartani. Ezt mindenki a magáénak érzi. Vannak hátrányai is. Azonban a konszenzusos döntésnek a legnagyobb hátránya az az, hogy nem igazán hatékony. Rendkívüli mértékben elhúzódhat egy konszenzusos döntés. Kockázatos, hogy egyáltalán megszületik-e a siker. És az, hogy siker születik-e, az nagyon nagy mértékben függ a résztvevőknek a kompromisszumkészségén. Szia! Szia! Hogy telt a napod? Előléptettek, de el kell hozzá költöznünk Pestre. Mennyi a fizetés? Kétszer annyi. Hát akkor mehetünk. De én nem akarok. Nem vita tárgya, megyünk és kész. Na, ez a demokrácia. Megszavaztuk 2/3 arányjal. Többségi döntés született, gyakorlatilag az édesanyja utolsó mondata. Megszavaztuk 2/3 többséggel. A többségi elv kétségkívül gyorsabb, hatékonyabb döntéshozatalt tesz lehetővé. Ugyanakkor a többségi elv alapján mindenképpen születnek ellenzékek is, és ezek az ellenzékek alig várják, hogy egy következő választás alkalmával lecserélhessék azokat, akik most éppen hatalmon vannak. Sziasztok! Szia!
egy jó hírem. Na. Megyünk nyaralni. Jippi! Megyünk a tengerre. Jippi! Nem már. És mi van? Fogadjunk már, be is fizetted. Be. Megyünk a tengerre, öcsköd. De ezt nem együtt kéne megbeszélni? Ne csináld messzirebb. A paternalista édesapát láttuk. Pusztán jó indulatból megtervezi, megszervezi az egész család életét. Paternalista döntéshozatal esetében a jó szándékot senki nem vonja kétségbe. Viszont többnyire elmarad az igényfelmérés, elmarad a feedback, tehát a visszajelzések szisztematikus gyűjtése, és így nem csoda, hogyha a döntéshozó nagyot tévedhet és nagyot csalódhat. Kis filmünkben a közösséget érintő döntéseknek két fajtáját tekintettük át, a demokratikus és a nem demokratikus döntéshozatalt. A demokratikusnak is két változatát néztük meg, az egyik, amikor konszenzusra törekednek a felek, a másik, amikor pedig a többségi elvet érvényesítik. A nem demokratikus döntéshozatalnak is két fajtáját vázoljuk föl. Az előző, amit láttunk, a paternalista, tehát amikor jó szándékkal van megtöltve ez a fajta döntés. A másik, amikor a jó szándékot nem is tételezzük fel, autoriter döntésről beszélünk. Milyen napod volt? Jó. Apa, akkor hol megyünk nyaralni? A Balatonra? Nem. Nem a nyaralóba. Stégre. Igen, a Stégre. Mert nem azért vettük meg, hogy ne oda menjünk nyaralni. Meg nem azért vettük meg, hogy ne ott pihenjünk. És tudod mit? Te is boldog leszel ott, meg te is. Hurrá. Hurrá. Autoriter édesapát láthattunk az előző jelenetben, már pedig a Stégre megyünk nyaralni, hiszen azért vettük meg. Az apa elnyomó despota jelleggel gyakorlatilag rákényszerítette a családjára az ő akaratát. A jó szándékot nem tételezzük fel az autoriter vezetőkről. Kétségkívül az autoriter döntés az gyors, bizonyos szempontból hatékony is lehet, de az is biztos, hogy ez mindig ellenszenvet vált ki azokból, akikre ez a döntés vonatkozik. Egy autoriter döntést úgy élnek meg a közösség tagjai, mint hogyha kapnának egy hatalmas pofont. Marci, járt már az önkormányzatnál? Vagyis ott van. Jó meglátás, ugyanis valóban az önkormányzat az nem a hivatal épületét jelenti, még csak nem is a képviselőtestületet, hanem mindannyiunkat, akik egy adott településen élünk, hiszen mi magunk rendelkezünk azzal a joggal, hogy mi önkormányozhatjuk saját magunkat, persze bizonyos törvényi megkötések közepette. Hogyan működjünk együtt? Hogyan hozzunk egy településen olyan közös döntéseket, ami az egész közösségre vonatkozik? Az egésznek az alapja a képviseleti demokrácia. Az emberek képviselőket választanak, akik az önkormányzatnál a döntéseket meghozzák, és a képviselők választási kampány során elmondják a terveiket, és ott már eleve megvitatásra kerülnek ezek. Utána megvan a választás eredménye, és ezeknek a terveknek a megvalósítása érdekében elkezdődik a munka. A többségi döntéshozatali elv sem nélkülözheti az érintettek bevonását. Mindig az a kérdés, hogy kik az érintettek. De nagyon fontosnak tartom, hogy sokat igyekszünk konzultálni a helyi építésztársadalommal. Hát azt gondolom, hogy azért ezek mégiscsak olyan szakmai kérdések, amikben az építészeknek kell a leghangsúlyosabban a véleményüket megfogalmazni, és nekünk a leghangsúlyosabban az ő véleményüket kell figyelembe venni. Vannak trendek, vannak divatok, vannak pillanatnyilag jónak tűnő ötletek, de én alapvetően én is konzervatív vagyok, tehát én azt gondolom, hogy a szerves fejlődés, az időtálló is az eredményes, a megfontolt óvatos lépkedés előre, és azt gondolom, hogy ennek az egyik garanciája, hogyha azoknak a szakembereknek kellő súlyt adunk a véleményének, akik ezt tanulták, akiknek ez a szakmája, akik a gyakorlatból is tudják, hogy mit kell csinálni. És természetesen ezt megfelelő fórumokkal véleményeztetjük, van, hogy összehívunk bizottságokat az önkormányzatnál, ahol konkrétan a tervismertetés zajlik, és természetesen a nyilvánosság lehetőségét is figyelembe vesszük a sajton keresztül, ma már a közösségi média felületeken keresztül, feltárjuk ezeket a terveket, és természetesen ilyenkor figyelünk az észrevételekre, a
különféle javaslatokra. Olyan intézményrendszer például, hogy most van egy térfelültes, és előtte egy lakossági fórumot tartunk kifejezetten erről, az nem jellemző. A szakértői vélemények bevonásának tehát vannak kialakult gyakorlatai, a participációs tervezés, vagy a szakértő interjú sorozat, esetleg az érintettekkel való egyeztetés. Sokkal kevésbé van kialakult gyakorlat arra vonatkozóan, hogy a település önkormányzatokon hogyan kellene az emberek véleményét, az ott élők véleményét, végsősoron az önkormányzat véleményét meghallgatni, megtudni. Nem is csoda. Az 1993-ban alkotott új önkormányzati törvényünk úgy fogalmaz, hogy a lakossággal való egyeztetést a helyben megszokott módon kell végezni. Ez a helyben megszokott módon, ez nem mondott nagyon sokat 40 év kommunista diktatúra után. Azt kell mondani, hogy napjainkban, 30 évvel már a rendszerváltás után, az önkormányzatok azok még mindig kísérleteznek azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják meg a polgáraik véleményét egyes nagyon fontosnak tartott kérdésekkel kapcsolatban. Szerencsénk van, mert egy olyan méretű városban élünk, 31 ezer lélek él Gyulán, ahol azért találkozunk egymással, megvannak a személyes kapcsolatok, tehát lehet tudni, hogy alapvetően mi a többség véleménye bizonyos kérdésekben, bizonyos dolgokról. Ennek megfelelően a választási programban megfogalmazottak által egy irányt kijelöl a képviselőtestület, ebbe az irányba elindulunk. Természetesen gyűjtjük az ötleteket. Hát a rendszerváltozással együtt jött létre egy papírdoboz, amit szépen becsomagoltunk, vágtunk rajta egy lukat, és ráírtuk, hogy a vélemények gyűjtőládája. És az elején valóban egyrészt az aktivitás is nagyobb volt, hiszen az emberek vágytak arra, hogy minden következmény nélkül elmondhassák őszintén a véleményüket, és hát ez egy fontos lélektani pillanat volt, és név nélkül leírhatták a problémáikat, amire aztán a városvezetés az akkor működő Gyulai Hírlapban reagált, illetve a lakossági fórumokon. Aztán, ahogy a szabadság nőtt, és egyre inkább hozzászoktak az emberek, hogy nyíltan is el szabad mondani a véleményt, és nem lesz neki olyan következménye, mint ami a korábbi évtizedekben volt, akkor kezdett kiürülni ez a véleményláda. Utána a 21. században pedig az elektronikus véleménynyilvánítás hódított tért, amihez megint meg kell tanulni a műfajnak a használati módját. Az online tér az valóban meglehetősen gazdag. Vannak polgári kezdeményezések is, amik különféle csoportokat hoznak létre, és ott vitatják meg a dolgokat. Van önkormányzatunknak is saját Facebook oldala, nekem is van személy szerint Facebook oldalam, a Gyulai Hírlapnak és a Gyula Televíziónak is van. Ezeknek egyenként is több ezres elérése van, és több ezer követővel rendelkezik. Összességében azt gondolom, hogy ebben a városban megközelíti a 20 ezeret azoknak a száma, akik ezekben a online közösségi terekben jelen vannak. Amikor az újságban, a honlapon, a hirdető táblán, némely esetben, hogyha egy kis körzetet érint, akkor a lakók postaládájába bedobott meghívóval hívjuk el a figyelmüket az eseményre. Eljönnek, elmondjuk, hogy mit szeretnénk, ők elmondják, hogy nekik mi a problémájuk, meghallgatjuk és megpróbáljuk ezeket a szempontokat összeegyeztetve a városfejlesztés dolgait megtervezni. Azon kívül a város képviselő testületének tagjai rendszeresen havonta, két havonta tartanak képviselői fogadóórát, ahol a szociális problémáktól munkahelyi dolgokon át egészen a Kátyús utakig, vagy a Zajos szomszédig minden szóba kerül, és aztán ezt megpróbálja a hivatal orvosolni, vagy továbbítja a dolgot, illetve a fejlesztéseknél szintén új szempontok kerülhetnek elő, bár azért hozzáteszem, hogy 30 év után az újdonság már ritkán fordul elő. Magyarország és a Kárpát-medencei település önkormányzatok szinte mindegyikében a döntéshozatal az a többségi elv mentén zajlik. Én a magam részéről egyetlen egy kivételt tudok, egy olyan kísérletet, amelyik egy felvidéki városkában, Zselízen zajlott néhány választási ciklussal korábban.
Mert itt vannak nemzetiségi különbségek, egyházi különbségek, és persze érdekkülönbségek is. És ilyen helyzetben nekem soha nem tetszett, mert a rendszerváltás óta a kommunális politikában benne vagyok, nem tetszett, hogy itt ez az ellenségeskedés, ez a keresztberakás, az egyik csoport, ha megnyeri többségbe a választás, akkor valamit elkezd, jön a változtatás, akkor azt mindent fölrúgnak, és kell. Úgyhogy ez késztetett arra, hogy megpróbáljam ezt kiküszöbölni. És ezért ajánlottam fel a képviselőknek, Zselizen 12 képviselő van, hogy ne csináljunk ilyen ellenzéket, hanem mindenki, aki bejutott a polgárok szavazása alapján, hát vállaljon egy részt, mert ugye a közügyeknek, úgy mint a minisztériumk van, 12-13-14 minisztérium, vannak ugye részlegek, és vállalja ki, vállalja, melyiket megegyezünk, és tulajdonképpen a végén felállítunk egy programot minden részlegből, na, és úgy van, hogy személyes felelősséget is vállalhat, és teret kap, ugye, hogy érvényesíthesse azt, amit ígért a választnak. A zselízi kísérletnek a nagy tanulsága az az, hogy lehetséges egy települési önkormányzatot úgy üzemeltetni, hogy konszenzusra épülünk. Mindenki, aki bekerült a képviselőtestületbe, megvalósíthatja a választási programjának egy részét, akkora részét körülbelül, mint amennyi szavazatot kapott. Ez egy érdekes demokrácia felfogás, egyébként Svájcban, Belgiumban és más helyütt is nagy hagyománya van a többség jelvel ellentétben. Ami érdekesség és amire felhívta a figyelmet ez a szlovákiai kísérlet, az az, hogy ezt a fajta kísérletet, ezt nem zárja ki a magyar, vagy a szlovák, vagy a többi önkormányzati törvény, akár ilyen módon is lehetséges lenne az önkormányzatok működését megvalósítani. Na most miért nem lehet megegyezni, miért nem lehet teret adni ugye minden képviselőnek, akit bizonyos mennyiségű szavazó megszavaz. Hát legyen egy teret, hát adekvát annak, amennyi szavazatot kapott, hát olyan részt abból a kormányzati kalácsból, hát megkaphat. Vannak olyan fejlesztési projektek, ahol nem csak konszenzusra érdemes törekedni, de a lakosság széles körű meghallgatására is érdemes törekedni, és arányban van az ezzel járó többlet költség és többlet idő ráfordítás azokkal a várható eredményekkel, amiket a lakosság egyeztetéstől remélhetünk. Döntéshozatalba bevonni a lakosságot több előnye van, például ugye tájépítészetileg, mind a politika szempontjából, de leginkább ugye nekünk tájépítészeknek ez különösen fontos. De elsősorban már korábbi tapasztalataink is voltak, például, hogy megterveztünk például egy utcát, vagy egy olyan teret, amit itt nagyon szépnek találtunk, akkor még ugye a lakosság bevonása nélkül, vagy hogy egyéb ilyen kérdezgetés, kérdezfelelek nélkül, és akkor bizony előjöttek olyan problémák, hogy mondjuk egy bolt elé raktunk egy padot, ami ugye nagyon jó a bolt elé leülni, viszont ugye ennek a boltos meg egyáltalán nem örült, mert például ugye az árufeltöltés nem tudott emiatt menni. Tehát, hogy nagyon sok hasonló probléma merül fel ilyenkor, ezért nagyon jó egy park, általában tulajdonképpen mindent ugye a lakossággal együtt, vagy az azt használókkal átbeszélni, és akkor ugye itt már tágul a kör, tehát tényleg maga az, hogy milyen parkot szeretnének, milyen parkot látnának szívesen, vagy mi az, amit egyáltalán nem látnának szívesen. Ez ugye a park működésének hosszú távon nagyon jó, de ugye általában az önkormányzatok is ebből profitálnak, mert ugye a végső soron mindig rajtuk csattan az ostor, és hát nem utolsó sorban ugye ennek van egy politikai hozadéka is, tehát hogy így a politika, például egy kerületi önkormányzat ugye attól sokkal szimpatikusabbá válik a lakosság szemében. A közösségi tervezés lényege az az, hogy a tervezés folyamatában a tényleges használókat, tehát mondjuk egy park közvetlen környezetében élőket megpróbáljuk bevonni a tervezés folyamatába. A vízvonalak azok távolabb vannak egymással, és akkor itt ez egy füves rész köztet. Lépcső, fű. Az elejétől kezdve számítottam arra, hogy a tájépítészek, ők szakemberek. Őnekik van elképzelésük. Még akkor is, hogyha készek arra, hogy mi sok mindent felülírjunk, de az ő
elképzelésük, koncepció, amit az előzetes kutatások alapján már kezd bennük formálódni. Én arra gondoltam, hogy ez finomodni fog. Bizonyos hangsúlykülönbségek majd megváltoznak, de alapvetően azt fogjuk elfogadni, amit ők gondolnak. Aztán a részletekben már, hogy milyen pad, meg stb. Legyen, abban pedig már nagyon beleszólhatunk, de azért összességében ez mégis egy szakma. Ez nagyon jó. Meg hát aztán én már azt hiszem a harmadik alkalommal azért jöttem le, mert egyszerűen jól érzem magam. Ez egy közösség. Igen, meg az ember egy idő után úgy érzi, hogy megfulladok, ha nem mondhatom el, hogy én mit gondolok. Hát nem tud otthon maradni. Valóban megkérdeztek bennünket, és valóban a mi elképzeléseink alapján alakították ezt a dolgot, ami még engem is, megmondom őszintén, hogy megdöbbentett, és mindenképpen azt mondom, hogy érdemes bevonni a lakosságot, hiszen a jövőre nézve azok az emberek, akik ezt a területet jobbára használni fogják, nagyobb örömmel veszik birtokba, és óvják, és felügyelik azt, amit ők maguk hát képzeltek el. A közösségi tervezésnek az is egy nagyon fontos hozadéka, hogy az emberek, ugye, mint benne voltak a tervezési folyamatban, magukénak érzik a parkot, tehát sokkal jobban, nem csak hogy vigyáznak rá, tehát hogy így nem rongálnak, de hogy például tényleg szó szerint valamennyire az őrei is a parknak, tehát hogyha probléma van, akkor szólnak, esetleg felszedik a szemetet. De itt megint visszatérnék arra, hogy az egyik nagy társadalmi hozadék a maga a kommunikáció. Tehát, hogy ugye sok helyen van például, vagy hát egy olyan régebbi típusú tervezésnél, hogy a parkot megrendeli, a park kiviteli terveit, maga mondjuk az önkormányzat megrendeli egy tájépítés cégtől, aki megtervezi, megvalósul, és akkor utána a lakóknak pedig mondjuk gyakran nem tetszik, vagy nem mindenkinek tetszik. Az előfordulhat a közösségi tervezésnél is, csak miután maga az, amit már az előbb mondtam, hogy kialakul a lakók közt egy kommunikáció, és előfordulhat, hogy van olyan lakó, akinek például valami nem tetszik, de akkor azok az emberek, akik jelen voltak a közösségi tervezésen, el tudják nekik magyarázni, hogy mi miért volt. Tehát, hogy mondjuk ez egy hosszabb tervezési folyamat volt, eleinte neki se tetszett, de hogy aztán így különböző problémákkal szembesültek, és ezt találták a legjobb megoldásnak. Tehát, hogy maga itt a kommunikáció, a lakókkal közös egymás kommunikációja is nagyon fontos. Szívügyem lett volna, hogy már most készüljön el itt a fák között egy rönkvár gyerekeknek. 6 millió forintos tétel, le kellett húznunk, és el is fogadtam, én magam javasoltam, hogy ez legyen az egyik tétel, amit lehúzunk. Abba bízunk, hogy jövőre Európában a gyerekek éve lesz, UNICEF gyerekek éve, és ennek keretében talán lesz pályázati lehetőség. És itt van annak jelentősége, hogy már van egy egyesületünk. Plusznyi részünk, mert szerintem kevesek ezek a raklapok. És azt gondoltam, hogy van egy egész kis fás rész, amit nagyon szépen be lehetne rakni ilyen kiülőkkel, vagy hintágyakkal, és az nagyon tipikus tűniknek való kis kuckós hely lenne, de hát sajnos nem ott elég a költségvetés, viszont azt mondták, hogy meg lehet még pályázni. Ami még jó volt, ugye, hát valamennyire még a közösségi tervezésnél ugye próbáltunk rá utalásokat tenni, tehát hogy például külföldi példáknál, New York, vagy nem tudom, egy a külföldi városokban, hogy a parknak valamennyire van egy gazdája, úgy értve nem maga feltétlenül az önkormányzat, hanem a lakók. Ennek az egyik legjobb eszköze például, hogyha egy egyesületet létrehoznak, ami ugye odafigyel a parkra, tart egy kommunikációt a lakók és az önkormányzat között, rendezvényeket szervez, programokat, parkbemutatókat, vagy egyéb koncerteket. Tehát igazából, amikor megvalósul a park, az nem egy üres váz, hanem van egy tartalma, egy lelket, ami tovább is tudja üzemeltetni. Kisfilmünkben a települési önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusait vettük górcső alá. Azt néztük meg, hogy hogyan hozzák meg a döntéseket az önkormányzatok, lehetnek ezek a döntések konszenzuson alapulók, illetve mikor indokolt az, hogy a többségi elv alapján szülessenek meg a döntések. Lehetséges-e a lakosság szélesebb csoportjának a bevonása, és megint csak, hogyha igen, akkor ez milyen esetekben indokolt, mikor éri meg a fáradtságot. Amiről nem esett szó ebben a filmben, de egy másik filmsorozatnak a témája lehet, hogy egy adott település méret fölött elkerülhetetlen az, hogy a lakossági véleményeket a kulturális antropológia, illetve a szociológia módszertanával folyamatosan ellenőrizve, szondázva szülessenek meg az önkormányzat döntései.